5 évvel ezelőtt, amikor a sportfelügyeletért felelős bizottság összeállt, azt a célt fogalmazták meg, hogy a megelőző időszakok eredményeit ismételjék meg. Az eredmények eléréséhez szükséges anyagi támogatást az önkormányzat kereteinek ismeretében tudta és tudja biztosítani. Én úgy gondolom, hogy példaértékű az az anyagi támogatás, amit az egyesületeink kapnak. A ciklus elején 24 millió forint volt ez az összeg, amit most ebben az évben, 2019-ben 30 millió forintra tudtunk feltornászni. Ezt mindig a február 15-ét megelőző képviselőtestületi ülés határozza meg ezt a sarokszámot, majd március hónapig az egyesületnek pályázni kell, hogy ezen összegből milyen összegre tartanak számot. Ez az összeg a 24 millió, vagy immár most már 30 millió, ezt a versenysportot szolgálja. A diáksport az e fölött még rendelkezünk 2 millió forint összeggel, amivel 3 diáksport egyesület tudunk támogatni. A 30 millió forintban minimális összeggel szerepel a tömegsportnak a támogatása is. 13-15 olyan sportegyesület működik Bonyhádon, mely éves támogatásra tarthat igényt, mondta Kerság Tamás. A kiemelt egyesületeink a labdajátékok, tehát a kosárlabda szakosztály, amelyik nagyon nagy összegű támogatást kap. Nyilván szükség is volt rá, mert a második osztályban szerepeltek, illetve a labdarúgó egyesületek viszik el ennek az összegnek a nagy részét. És van még egy olyan egyesületünk, akik második osztályban szerepelnek, ők az asztalteniszezők. Ezt a folyamatosságot szeretnénk biztosítani és átadni, és amiről még szót kell ejteni, hogy az infrastruktúra területén is nagy fejlődés volt, gondoljunk sok a sportcentrum létrehozására, és 2020. december hónapra tervezzük a renti sportpályának a teljes megújítását, ami közel bruttó 1 milliárd forintból áll majd össze. A sport mellett a város tanulóinak táboroztatása és a táborok működése is a bizottság hatásköre. 30 millió forintos összegből minden évben a bizottság tartalékol egy bizonyos összeget. Erre azért van szükség, hogy évközben, ha valamelyik egyesületünk megszorul, ez lehet akár olyanokból, hogy rosszul terveztek, vagy akár sikeres szereplés esetén versenyeztetés nevezési díj, hogy ki tudjuk segíteni, tehát ne lehetetlenül jönnek el az egyesületek. Emellett még nem azt mondom, hogy szociális hátrányos családok és gyerekek számára, bárki számára Bonyhád város mindig nyári programokat szervez, ezt hívjuk Mozdulj programnak, amely szintén ebből a tartalékkeretből kerül finanszírozásra, és ilyen 6-8 nyári programot tervez a sportcentrum olyan gyerekek, családok számára, akik ezt igénybe veszik. Ebben van labdarúgó torna, van strandlátogatás, van kajaktúra, van éjjeli bolyakereső verseny, és szeretném még kiemelni, ami szerintem szintén nagyon szép, és csak folytonosságra tudnám fölhívni a figyelmet, hogy a bautzeni táborunk a csere látogatása, és a két olyan táborunk, ami Bonyhád fenntartásában van, a Várajai Parkerdő és az Alsóvilleplei tábor. Minden táborozó gyerek naponta 2000 forint támogatást kap, ez körülbelül 300 gyereket érintett az idén.